ugyanazt a lyukas portékát árulják, ami egyszer már majdnem jégre vitte az országot. Kezdjük azzal, hogy nem támogatják a minimálbért, mert mint Márki-Zay Péter fogalmaz, rengeteg hátránya van és árnyoldalai. Ugyanígy nem támogatják a 13. havi nyugdíjat. Mit mond rá az ön miniszterelnök jelöltje? Azt, hogy böszmeség. Most kérdezném azt, hogy honnan tanulta ezt a szót, de nagyon is jól tudjuk. Nézzük az adózást, ön ezt említette. Márki-Zay Péter szerint a progresszív adózás szimpatikus. Mit jelent ez a gyakorlatban? Akár 36%-os adókulcsot. Ez azt jelenti, hogyha az összeghatár ott maradt volna, mint 2010 előtt volt, akkor most még a minimálbér is több mint 30%-kal adózna. Nem jó pálya. Na de mit gondol az önök jelöltje a fiatalok adómentességéről? Azt, hogy nehéz visszavenni. Tehát már most ezen töri a fejét, tiszta 2009. Azt is tudjuk, hogy Márki-Zay Péter korlátozná a családtámogatásokat. Pont úgy, mint 2002 után. Pedig akkor azt is mondták, hogy nem nyúlnak hozzá. Hozzányúltak, leépítették, mit adtak helyette? Devizahiteleket. És hogy az aktuális döntésekről is beszéljünk, azt sem hagyom szó nélkül, hogy az önök jelöltje nem támogatta az élelmiszerástoppot, a benzinástoppot sem, és a hitelmoratóriumot sem. Szakmailag is megindokolja, azt mondja, hogy ostobaság. Ezzel indokol. Világos szavak, világosak és érzéketlenek.